Tartós élelmiszerek, takarók, matracok gyűlnek a rászorulók megsegítésére a Tamási Művelődési Házban. Ez a hölgy azt mondja, muszáj ilyen helyzetben segítséget nyújtani. Én tartós élelmiszert hoztam, ágyneműket, takarókat, plédeket, ilyesmiket. A segélyezés célállomása az ukrán testvérváros Tisza Péter falva lesz kérdeztem azt, hogy mire van szükségük ebben a nagyon nehéz helyzetben. Ők elsősorban tartós élelmiszert kértek, emellett matracot, lepedőt, takarót, ágyneműt, ágynemű betétet, hisz a frontvonalából, kelet-ukrajnából menekülőket Kárpátalján a többek között Tisze Péter falván fogják elhelyezni, illetve már ott vannak a menekültek a, a, településen is, tehát ez nagyon nagy, nagyon nagy segítség lenne, hogyha ezekből a dolgokból minél többet össze tudnánk és el tudjuk juttatni majd eh, Kárpátaljára, Ukrajnába. Tervek szerint már a hét második felintben elindulhat a teherautó az első szállítmányjal. Tólán is gyűjtési akcióba kezdenek. A városban működő karitatív szervezetek összefogásával szervezik a gyűjtést. A város több helyszínén várja majd a napokban az adományokat. A segélyszállítmányt elsősorban a Magyarországra menekülők megsegítésére szállják. A gyűjtőpontokról a város internetes felületein tájékoztatják majd a lakosságot. Olyan módon kéne segíteni, hogy nem hűbe módjára, hanem, hanem valami nagy segélyszervezeten keresztül, hiszen ők folyamatosan tudnak kapcsolatot tartani a határon, vagy, vagy, vagy esetleg a, a menekült központokban lévő kapcsolattartókkal. is szervezik a segélyadományok összegyűjtését. Bozsolik Robert polgármester azt mondja, a város csatlakozik valamelyik országos segélyszervezethez, és az ott felmerülő igények szerint segítenek. Csatlakozni szeretnénk szintén egy karitatív szervezet által már meghirdetett akcióhoz, melynek keretében Bátaszéken majd felállítanánk egy gyűjtőpontot, hova Bátaszékiek elhozhatják mindazokat az adományaikat, amelyek a szervezeten keresztül eljuthatnak majd mindazokhoz, akik a háború következtében otthonuk elhagyására kényszerülnek. Bátaszéken csütörtöktől a gondozási központban és a művelődési házban várják az adományokat.